Kollégáim, tisztelt polgármesterünk, tisztelt képviselőtestületek, kedves gyerekek! Köszöntöm Önöket az 1849-es forradalom és szabadságharc megemlékező ünnepségén. Felkérem dr. Szilva Istvánt, Sajó Belváros polgármesterét, hogy tartsa meg önök beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplő közönség! Kényszerből és rutinból nem lehet ünnepelni. Azok az ünnepnapok, amiket kívülről kényszerítettek rá, az elnyomás megszűntével történelmünk során mindig a süllyesztőben végezték. Azok is eltűntek, amiknek az eredeti értelme elhalványult, és a későbbi korok embereinek már nem jelentettek semmit. Jó pár példát lehetne hozni mindkettőre, a kényszerre és a kiüresedésre is. Ki ünnepli manapság még november 7-ét, a nagy októberi szocialista forradalom születésnapját? Kreált és ránk kényszerített ünnep volt, amit az első adató alkalommal a legtávolabbi szemétdombra hajítottunk el. Sok példát lehetne még hozni az ezekhez hasonló, ma már legalábbis nem a régi fényűben pompázó ünnepek. Sokat beszélhetnénk arról, hogy melyik miért kopott meg, egy dolog azonban teljesen egyértelmű. Március 15-e nem tartozik ezek közé. Március 15-e, ez a nap, ezért inkább arról érdemes gondolkodnunk, hogy mitől olyan fontos számunkra, mitől lett ennyire maradandó a 48-as forradalom és szabadságharc kirobbanásának emlékezete. Én úgy gondolom, hogy azért ünnepeljük meg évről évre, immár 168 esztendeje ezt a napot, és azért nem halványult el mostanáig sem, mert az akkor zászlóra tűzött eszmék a mai kor embere számára is rendkívüli jelentőséggel bírnak. Hogy melyek ezek az eszmék? Elég elolvasnunk a 12 pont bevezetőjét ahhoz, hogy tudjuk, mit kívántak. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Ezt kívánta a magyar nemzet 1848-ban. Anélkül, hogy a 12 pontot kielemeznénk, nézzük meg, miről szól ez a három dolog. A béke, a szabadság és az egyetértés. Biztosak lehetünk benne, hogy minden szónak jelentősége van, ami akkor papírra került. Béke. Elsőként beszéljünk a békéről. Miért volt ez fontos rögzíteni? Azért, hogy a császár lássa, a magyar nemzet a jó szándékú jobbítás talajáról indítja útnak kéréseit. Az emberek békésen, a törvényes kereteket betartva akartak érvényt szerezni alapvető jogaiknak. Olyan ez a béke szó a szöveg elején, mint egy feltartott kéz egy perpatvarban. Nyugalom, nem akarok verekedést, intézzük el higgadtan, okosan, baráti szóval. Szabadság. Ez követi a szabadság követelése. Ez a leglényegesebb pont. Ez az, ami összefoglalja a lente 12 és mindazt, amire a magyar nemzet 1848-ban vágyott. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem, írta Petőfi Sámon. Nos, a magyar nemzet nemzetként a szerelemre talán nem tartott igényt, vagy ami még valószínűbb, nem a császártól követelte azt. A szabadság viszont mindenki számára fontos volt, nem csak az ifjú költőknek. Azt akarták, hogy végre úgy kezeljék őket, ahogy megérdemlik. Felnőttként, emberként. Mert mi az, ami igazán megkülönbözteti a gyermeket a felnőttől? Az, hogy a döntéseit a felnőtt saját maga hozza meg, vagyis önmaga rendelkezik önnön ügyei felett. A saját érdekeit szem előtt tartva, a saját hitét követve, a saját lehetőségét számba véve döntet arról, hogyan éli az életét. Nyilván ez volt az, ami a császár udvarnak nem igazán tetszett. Bécs azt szerette volna, hogy mi az ő érdekeinek megmaradjunk kiszolgálói, és ne fenyegessük azt a fennálló rendet, aminek középpontjában a birodalom nyugati fele volt. Most érdemes követelésekkel fellépni, gondolták őseink. Ám mi kell ahhoz, hogy egy ilyen helyzetet ki tudjunk használni? Természetesen arra, hogy a belső körülmények is megfelelőek legyenek, és közösen, egymást támogatva próbáljuk meg kihasználni a lehetőséget. Vagyis egy szóval, egyetértéssel. Az egyetértés. Erről szól a béke, szabadság és egyetértés harmadik eleme. Figyelmeztetés önmagunknak,
a magyar nemzetnek, hogy mit kell tenni a siker érdekében. Ez a három szó tehát kifejezi, hogy mit akarunk elérni. Szabadságot, hogyan akarjuk elérni békésen, és hogy mire van ehhez szükség egyetértésre. Mindezt így összefoglalva talán érthetővé válik, miért tudok máig is annyira fontos maradni március 15-en. Ma is úgy gondolom, hogy erre a három dologra van szükség ahhoz, hogy Magyarország erős és sikeres legyen. A szabadság, az önrendelkezés vágya ugyanakkor szorosan összekapcsolódik a felelősséggel is. Az imént azt mondtam, a gyermeket azt különbözteti meg a felnőttől, hogy a felnőtt maga dönt az őt érintő ügyekben. Ezt azonban kiegészíteném azzal, hogy csak akkor valóban felnőtt a felnőtt, ha a döntéseiért felelősséget vállal. Ez a felelősség nem csak abban mutatkozik meg, hogy kiviszi el a balhét, ha a dolgok rosszul sülnek el. A felelős döntés egyik lényegi eleme az előkészítésben és a kivitelezésben is megnyilvánuló lelkismeretesség. Kissé ködösnek tűnhet a megfogalmazásom, ezért érdemes konkretizálni, hogy mire is gondolok. Arra, hogy nem elég megszereznünk a szabadságot. Élni is kell, tudni meg. A béke, a szabadság és az egyetértés csak megteremtik az alapot a felelős és lelkiismeretes munkához. Hiába kapjuk meg a ház kulcsát, attól még nem lesz egy csapás a kolbászból a kerítés. El kell kezdeni dolgozni, mégpedig a nemzet, a település érdekeit szem előtt tartva. Ez a felelősség pedig mindenki, a vezetőké és az alkalmazottaké, a politikusoké és a lakosoké, és az őket megszavazó állampolgároké, az időseké és a fiataloké egyaránt. Mindenkinek a saját életében kell vállalnia, hogy nem vesztegeti el a történelmi lehetőséget. Sajnos, mi a történelmünk során sokszor játszottuk már el a lehetőségünket. A rendszerváltás óta eltelt egyes században is jól látjuk, hogy sokan vannak azok, akik lelkiismeretlenül végzik munkájukat. Ám ne hallgassuk el, sőt hangsúlyozzuk, hogy sokan vannak azok is, akik nap után a legjobb tudásuk szerint teszik a kötelességüket, és fáradhatatlanul küzdenek azért a célért, amit valamikor a 48-as forradalmárok is kitűztek maguk elé. Nekik tisztelet és elismerés jár ezért, mert az ő munkájukra köszönhetően épül és gazdagodik Magyarország sajutában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Őszintén hiszek abban, hogy jó irányba haladunk. Egyre többen vagyunk, akik nem csak vágyunk békére, szabadságra és egyetértésre, de tenni is hajlandóak vagyunk érte. Egyre többen vagyunk, akik készek vagyunk felelősséget vállalni önmagunkért és közösségünkért. Egyre többen vagyunk, akik úgy gondoljuk, rajtunk is múlik, merre halad Magyarország. Nekünk erőt és tartást ad az, ha visszatekintünk 168 évvel ezelőttre őseink tiszteletet parancsoló kiáltására, ezért maradt számunkra egész életünkben fontos március 15-e. Hajtsuk hát meg a fejünket hős apáink, anyáink tettei előtt, és gyűjtsünk erőt valamennyien, hogy az ő szellemükhöz méltóan tudjunk élni életünket. Éljen Magyarország, éljen a haza! Köszönöm meg tisztelt figyelmet! Föltámadott a tenger, a népek tengere. Az 1849-es eseményeket előnti fel az általános iskolások műsora. A himnusz közös eléneklését követően kérem fogadják őket nagy szeretettel. Thank you.
bejössz minden éven, szívpárcius pillancsot tudd a hossz, de azt a régi március nem érzem, a naptárból csak annak elhagyasz. A hét idő a szívek semmi ágya, más utal él a hós eszkében ül. Kultom meleg a kültő és a lába, villámsarapó néla felül. 1848! Egész Európa mozog! Egy gondolat rezgi át egész Európát, hogy a létező állapot többé nem maradhat. Nincs többé idő hosszas tanácskozásra vagy halogatásra. Az eszmék megértek, az élet szüksége követeli azokat. Magyarország pillanatai drágák. A nemzet nem elégszik meg többi egyes engedményekkel. Sok időn át aludtunk és sínlődtünk a nyomor, a mellőztetés, nélkülözés és szűkölködés folytó posványában. Áldozata balánk gyűlölt idegen önkénkormány önérdekének. Igaz! Úgy van! Tenni kell! Legyünk nagyobb, amit illik mi hozzánk, hogy az illik.
szüksége van minnyájunkra, atyának. Yeah.
Vasvári, Irinyi, Jókai és sok száz egyetemista lefoglalta Landerer nyomdáját, mert az volt a legközelebb hozzájuk. Kinyomtatták a 12 pontot. Mit kíván a magyar nemzet? Kívánik a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését! Felelős minisztériumot Budapestre! Éven két országgyűlés Pesten! Törvény előtt egyenlőséget polgári és vallási tekintetben! Nemzeti őrsereget! Közös teljeviselés képviseletet egyenlőség alapján! Újvédi viszonyok megszüntetését! Esküdtséget! Nemzeti bankot! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra! Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre! A külföldieket vigyék el tőlünk! A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak! Unió, vagyis egyének Magyarországgal való egyesítése. Egyenlőség, szabadság, testvériség! Délután 3-ra gyűlést hirdetünk a múzeum terére. A szakadó eső csatára mintegy 10 000 ember gyűlt össze. A legenda szerint itt mondta el Petőfi a nemzeti dalt. Most már soha!
mindaddig, míg csak él egy magyar, ha nemzetünk utolsó fia meghal, borulj rá szenvedő gyanánt. S ha előbb jön rád a halál, rázd magaddal sírodba az egész nemzetet, mert tovább élnie nélkül egy gyalázat lesz, veled halnia pedig dicsőség. Nem szokott, száz húsa sár.
Tisztelt ünneplő közönség, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy ünneplő megemlékedésünk végén megköszönjem a 4. és 8. osztály tanulóinak a színvonalas ünnepi műsor. Valamint ő külön nagyon nagy köszönet illeti a felkészítő tanárokat, Araszné Kovács Ildikót, Pintér Sándor Vévét és Szabkó István tanárokat.